Műcsény új kisbusz nyert a Magyar Falu program pályázatán. A pályázat feltétele volt, hogy az előző kisbuszt egy határon túli magyar településnek adományozza. A település vezetése úgy döntött, hogy az előző falu gondnoki buszát Bonyhád testvér településének, a Vajdaságban található, Pancsovához tartozó Sándor egyháza számára adja. Nem csak a területen ez a harmadik ilyen kis, mi úgy mondjuk kombi autó, ami odajött, az egyik Pancsovára jött a Petőfi Sándor Magyar Művelődés Egyesület felé, a másik a Hertelendi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesülethez, és ez a Sándor házi egyesület fogja legtöbbet használni. Na, mi tudni illik, ikerváros vagyunk Bonyháddal, és annak köszönhetően is kaptuk ezt az adományozást. Másik tudjuk, hogy Belgrádtól 20 kilométerre vagyunk a Szerbia fővárosától, és ott van ez a három székely magyar település, ahol még mindig szól a magyar nyelv, ahol tanítjuk a gyerekeket magyarul, ahol énekelünk, ahol küzdünk a megmaradással. A delegáció meghatottan vette át a jármű kulcsait, és azt mondták, a kint élő magyarok nagy hasznát veszik majd. Fantasztikus, hihetetlen, és nagyon köszönjük Möcsénynek, az önkormányzatnak, köszönjük a magyar államnak, köszönjük Potápi Árpád Jánosnak, hogy hozzájárult, köszönjük a bonyhádi hivatalnak, aki szintén hozzájárult, és hálások vagyunk. 11 éve, hogy együtt aláírtuk a testvérvárosi települést, sajnos most elég nehezen mozog ez a járvány véget, de hát vagyunk itt is, vannak ott is, és talán elmúlik ez úgy, hogy folyamatosan vagyunk, főleg ami a kultúrát illeti. Hát itt vagyunk a Székely Művelődés Szövetségbe, az Országos Szövetségbe, minden évben többször járunk, arról a vidékről ide, meg innen oda járnak, úgyhogy nagyon ismert ez az a közművelődési tevékenység, és szeretettel várunk most is. Pancsova város területén két magyar művelődési egyesület működik, az egyik a belvárosi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, a másik a külvárosnak számító Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület. A munka egyik egyesületben sem állt le a járvány ideje alatt sem. Többek között a magyar nyelv oktatásáért, a székely magyar hagyományok ápolásáért, a kapcsolatok életben tartásáért fáradoznak sokat. 1883-ban települtek le az őseink, mert kellett a Duna mentén, a Temes mentén, mert a Temes-Duna torkolata ott van Pancsovánál, építeni a gátakat, a megelőzni a nagy vizeket, termőföldet teremteni. Úgyhogy akkor indultak Paradicsom felé, nagyon nehéz körülmények alatt jöttek, sehol semmi, tele szúnyoggal, még kígyókkal, rókákkal, medvék is járták azt a vidékek akkor, de hát megmaradtunk, és építették is a töltéseket, az elődünk, és vagyunk még ma mai nap is, ami azt illeti. Őrizzük az egyesületeken keresztül és a templomokon keresztül. A református egyház, meg a katolikus templom van, vagy mise, vagy istentisztelet, ez magyar nyelven szól, és az egyesületben sajnos olyan messze Belgrád alatt van Hertelendi falván egy magyar tagozat az általános iskolába, de egy-két tanulóval, mert nincs több gyerek. Városban nincs, úgyhogy csak az egyesületbe tudjuk elsajátítani és mondani a magyar mondani valót. Másfél-két évig is tart egy magyar nyelvtanfolyam.
annál több tanuló is járt be, amikor belátták, hogy az mennyire szép és jó, és nagy a csoport, tehát megtetszett nekik a hangulat a magyar nyelv tanfolyamokon. Mindegyik csoport azzal kezdődik, az oktatásából azzal kezdődik, hogy tanuljuk a magyar ABC-től. Tehát kezdjük a magyar ABC-t, és párhuzamosan tanulunk olvasni és írni. Tehát meg kell tanulni önállóan használni a magyar nyelvet, senki, semmi segítséggel. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 1946-ban alakult, mint az 1880-as és 1930-as években Pancsován létrejött magyar egyesületek utódja. Fő célja, hogy a művelődési tevékenység segítségével magasabb szintre emelje a magyarság művelődési, esztétikai és morális értékeit. Az egyesület tagjai tanítják a magyar néptáncot, megemlékező műsorokat rendeznek nemzeti ünnepeink alkalmából, magyar nótaesteket és táncesteket, valamint könyvtári tevékenységeket tartanak. A pancsovai maroknyi néptánc együttes pedig a hagyományos magyar bukovinai székely és vajdasági népzene és a néptánc képviselője. A 75 éves évfordulónkat, 75 éves az egyesület, ami nehéz egy olyan vidéken, egy olyan körülményes országban, ami volt, a háború, meg mindenféle, hogy megmaradtunk, hogy vagyunk ott is magyarok, akik magyarul énekelünk, akik magyarul verselünk, akik magyarul gondolkozunk. Idén szeptember 24-én tartják meg a jubileumi ünnepségüket. Oda várják majd az anyaország képviselőit is, amennyiben a járványügyi helyzet erre lehetőséget ad.